Ha valaki megkérdezné, melyik színházi alkotó képes a legfinomabb eszközökkel megmutatni az emberek közötti közelséget, bizonyára sokan gondolnának azonnal Hajdú Szabolcsa, írta nemrég a Selfie heti vendégéről a Fidelio. Hajdú Szabolcs Balázs Béla díjas film és színházi rendező, színész, számos sikeres és díjnyertes film kötődik a nevéhez, mint a Fehér tenyér, a Bibliotek Pászkál, a Békeidő, vagy az Ernelláik Farkaséknál. 10 éve nem használ állami forrásokat filmhez, ahogy egyszer nyilatkozta, nem is pályázik, mert ez egyszerűen egy belső mérce, egy belső út, amin tovább akar menni, mert ez az egy élete van. Meddig tartható még ez, és köszönöm szépen először is, hogy elfogadtad a meghívásunkat, de meddig tartható még ez, hogy állami támogatás nélkül? Hát bármeddig tartható, van egy csomó rendező még rajtam kívül, aki nem használ állami forrásokat, az már nehezebb, nehezebb megoldani, hogy közben az ember még dolgozni is tudjon, vagy rendezőként funkcionálni. És hát ez a rendszernek az óriási bűne, hogy olyan iszonyúan tehetséges rendezők, és nem csak a filmvilágában, hanem más területen is kerültek parkolópályára évek óta, akik, hogyha ki tudtak volna teljesedni, akkor itt egy elképesztően gazdag, diverz kulturális élet lehetne. 2000-es években már elkezdtük érezni azt, hogy elkezdünk fölkerülni a kulturális térképére Európának, és most pedig a teljes kitaszítottság érzésével van ezen mászkálott, bolyongott az ember Nyugat-Európában. Bolyongott úgy, hogy közben meg azért nemzetközi filmfesztiválokon rendre elismerésekkel térnek az olyan alkotók, akik, ahogy te is, ugye Kálubibáriból hazajöttetek 2 díjjal is az Ernelláék után, egy fillér állami támogatás nélkül készült ugye az a film is, most is Reisz Gábor is, illetve Kámban Buda Anna Flóra filmje is állami támogatás nélkül készült. Igen, hát ezek azok, amik elkészülnek, de nem tudjuk azokat, amik nem készültek el. Sajnos. Tehát nem tudunk azokról a filmtermekről, amiket a Nemzeti Filmintézet, vagy Filmintézet most igen, nem támogatott, se amit a Filmalap nem támogatott annó. Rengeteg elutasított filmterv van, és ki tudja, mik ezek. Tehát én csak hallom ezt, hogy hányat dobtak vissza az utóbbi években. Hát egy pár elkészül, és úgy tűnik most, hogy a film, amit itt előszeretettel ez az Andy Vajna vezette be, magyar filmiparnak neveznek, hát ennek igazából Magyarországon semmilyen értelme nincsen, ha csak nem az amerikaiakra gondolunk, akik ide jönnek filmeket csinálni. A film kultúra kéne, hogy itt legyen, hogy egy kultúrás ágazat. Most ez a kultúra, mint kultúra, az teljesen átkerült ebbe a független szférába. Tehát kultúrásan értelmezhető művészeti alkotásnak nevezhető filmek szinte már csak ott készülnek, állami források nélkül, függetlenül. Mindenféle szívességek árán, és nem is tudom, hogy egyébként, és még hozzá kell tegyem, hogy mondjuk egy ilyen szlovák vagy svájci, mint például a mi esetünkben szlovák vagy svájci támogatással. Tehát az utóbbi három filmet a svájciak és a szlovák Nemzeti Filmintézet támogatta, vagy Filmalap támogatta, a Reisz Gabi filmét is. Ugye most nem csak az Ernelláik Farkaséknálról beszélsz, hanem aztán az 1% Indiáról, meg a Kálmánokról. Igen, az 100, tehát hogy az Ernelláik Farkaséknál az a nulla, tehát az semmiben nem került gyakorlatilag. A Békeidő, a Kálmán nap és az 1% Indián, az utóbbi 2 film az még nincs bemutatva, nem lett bemutatva, ez folyamatban van, le lett forgatva, meg van vágva, a fesztiváloztatásnál tart. Azok a szlovák állami forrásokból, hát egy része abból készült el. Tehát ilyen agyelszívás van. És én még tudok jó pár rendezőről, magyar rendezőről, akik most ott ugyanúgy lehetőséget kaptak. Mint ahogy talán te is szerepelsz is az egyikük filmjében, bár Nemes Gyula talán már régebb volt a kinnél Csehországban. Igen, 2 is. Tehát a Nemes Gyula filmjében is egy főszerepet játszom, és a Priklel Mátyásnak a filmjében is.
az a hatalom az már be lett mutatva, még Magyarországon nem, de Szlovákiában igen. Mennyire járható út neked ez a két laki élet, tehát hogy itt is, ott is, illetve mennyire tudod, hát tudnád itt hagyni ezt az országot? Hát én most jutottam el oda, hogy megcsináltam az utóbbi pár évben négy filmet, hogy már nem akarok ötödiket. Meg tudnám csinálni még az ötödiket is, meg a hatodikat is, de nem látom értelmét. Meg el is fáradtam ebben. Tehát semmilyen következménye nincs ugyanis. Tehát az, hogy most a Gabi, a Reisz Gáborról beszélek, aki most Velencében megnyerte a Horizonti szekció fődíját, annak idején mi az Erne Laik Farkaséknál megnyertük a Kárlóivari Filmfesztivál fődíját. Ez mindenhol máshol a világon egy útlevél a következő filmhez. Már ott lenne Gabinak is a pénz a következő filmjére, hogyha nem Magyarországon élne. Itt semmilyen következménye nincsen, itt ez nem ér semmit, ez nem valuta. Nem tudja elindítani, ugyanúgy nulláról kell elkezdenie építkezni. És azért nagyon nehéz, amit kérdeztél, azért nagyon nehéz, mert aki ezzel szállal kötődik Magyarországhoz, mondjuk egy városhoz, egy közeghez, egy közösséghez, ebből táplálkozik művészként, nagyon-nagyon nehéz tulajdonképpen a táptalajról leszakadni, és valami új termőföldet keresni. Nekem annyira ez nem okoz problémát, én úgy érzem, mert eddig se, én hontalan vagyok ilyen szempontból, mert Budapest az nekem csak egy város, és nem pedig a városom. Én Debrecennel is így voltál? Debrecenből eljöttem, de nekem ahhoz, hogy így ahogy vissza kéne menjek Debrecenbe, ott kéne éljek, de én nem akarok visszamenni Debrecenbe, és nem akarok ott élni, és nem akarok Debrecenben filmet csinálni, mert nem is lehetne. Hát, hogyha Pesten nem lehet, akkor hogy lehetne Debrecenben? Tehát ez sajnos nonsens. És amióta én eljöttem, és az 18 éves, akkor 18 éves voltam, amikor eljöttem Debrecenből, én azóta én ilyen lombikban csinálom a filmeket. Tehát ilyen úgy értem, hogy létrehozok ilyen kis mikrouniverzumokat, amik persze magyarul beszélő, Magyarországon játszódó filmek, de legtöbb esetben még ez sincsen kimondva teljesen, hogy ez Magyarországon játszódik, csak érzi az ember. És univerzális történetek, tulajdonképpen ezeket a kis lombikokat, ezeket bárhol, bármikor létre tudom hozni, azt hiszem. Tehát a nagy filmek, amiket csináltunk, a nagy költségvetésű filmekre gondolok, mint a Fehér Tenyér vagy Bibliothèque Pascal, azok nemzetközi filmek voltak. A Bibliothèque Pascalnak tulajdonképpen Magyarországhoz nem is nagyon van köze. Magyarul azt hiszem nem is nagyon beszélnek benne, vagy csak nagyon kicsit. Nagyon kevés. De egy magyar film. Magyar stábbal, és hát főként magyar pénzből készült. De aki, és szerintem ők vannak többen, akik viszont ebből táplálkoznak, hogy a közeget, a közegüket leképezzék, hát nekik szerintem nem is, tehát ez egy sakmat helyzet most. És csak azt tudják csinálni, hogy újra és újra nulláról elkezdjenek csinálni valahogy egy újabb kisfilmet, szívességeket kérve, nem tudom. És akkor ott van még neked mellette, hogy a film mellett a színház, ami szintén, hát a Független Színházat tudjuk, hogy most milyen helyzetben vannak. Bár mondjuk a legutóbbi rendezésedet a Radnótiban májusban mutatták be. Igen. A legközelebbi ember címen. A Független Színházakról mert szerinted még meddig tudják? Hát én, amikor én felismertem azt, hogy itt nem fogok tudni filmet csinálni, illetve ilyen körülmények között nem akarok, mert tudnék egyébként. Azt kell mondjam, hogy alapvetően bárki tudna, hogyha oda menne, összecsattintaná a bokáját, tisztelegne, hogy azt mondaná, hogy megjöttem, itt vagyok. De én nem pályáztam. Tehát én nem akartam
igénybe venni így ezeket a forrásokat. És amikor ezt felismertem, illetve eldöntöttem, akkor a színház az egy menekülő út volt. Azt gondoltam, hogy addig színházazunk, amíg itt nem rendeződik a helyzet, vagy amíg ki nem találok valamit. És akkor kezdtük el újraépíteni, vagy újra fölvenni a fonalat színházi vonalon. Ugye mi színházi emberek voltunk eredetileg. Én színészként kezdtem, meg rengeteg színházi előadást csináltunk még a 90-es évek elején, közepén. És akkor kiépítettünk egy rendszert, ami úgy tűnt, hogy működik, tehát hogy az állami források igénybevétele nélkül is. A közönség el tud tartani mondjuk minket. De ez permanensen minőség előadásokat kell létrehozni, olyan előadásokat, ami érdekli az embereket, tulajdonképpen bizonyos szempontból szórakoztatja is őket. És ez egész jól működött. De ennek az első darabja volt az Ernelái Farkaséknál, című előadás volt akkor, mégis abból lett a film. Egész jól működött, tehát több száz előadást játszottunk a Covidig. Uh-huh. És a Covid ezt eléggé keresztbe vágta. Akkor leállt minden, és a Covid után, amikor elkezdtük újra felújítani ezeket az előadásokat, gazdaságilag, tehát ezek nagyon-nagyon nüansznyi kis, tehát számolgatásokról van szó. Hány néző, milyen jegyárral, hány szereplő, mekkora helyszínen, díszlet van-e, nincs-e, és ott kijön egy szám. Kijön egy szám, hogy hány szereplővel tudjuk fenntartani mondjuk, és hány néző kell ehhez, hogy az előadás megtérüljön, tehát ki tudjuk fizetni magunkat. És a Covid után egyszerűen azt lehetett látni, hogy az jegyárakat emelni kell, pláne most az inflációval együtt, azt a közönség már nem biztos, hogy ki tudja fizetni. A gázsikat emelni kéne, tehát most az független színházi közegben, vagy közösségekben a színészek ugyanolyan összegekért játszanak, mint 10-15 évvel ezelőtt. Mm. Tehát egy ilyen, most nem akarok mondani összegeket, de hát egy olyan összeg, amiből még le is adózol, tehát a végére kb. Olyan majdnem már, mint hogyha neked kéne fizetned azért, hogy játsszál. Mondjuk, hogyha mondjuk vidékre elmész, biztosan. Uh-huh. Drágább az utazás, mint amit ott megkapsz. Mert le van volna. Tehát, hogy és most az is úgy be nekem, legalábbis az én, ezt is fel lehetne valahogy tornázni, ki lehetne találni azt, hogy nagyobb nézőterű előadásokat csinálni, de hát nincsenek helyek se, tehát azok is beszűkülnek. Beszorult egy pár színházi térre, a Jurányi, Szkéné, Trafó, tulajdonképpen meg vannak picike helyek, mi is erre, ebbe az irányba mentünk, hogy a lakásukba kezdtük el akkor játszani, meg ilyen alternatív tereket találtunk. De ez is teljesen beszűkült. Nem tudom, én most, hogyha nem lenne az egész helyzet, én akkor is azt mondanám, hogy picit levegőt akarok venni, és egy ideje már ugye az új projekteket már nem ide képzelem el, vagy nem itt készítem elő ez a helyzet. Még játsszuk ezeket az előadásokat, meg sok előadásban játszom, meg műsoron tartjuk, még egy évig biztosan, de az új anyagok azok már nem, de nem indítunk el újat. Uh-huh. Említetted azt, hogy rendezhetnél, tehát hogy mondjuk, hogyha megcsörrenne a telefon, és megcsörrent volna, bocsánat, már sokkal korábban, és azzal hívtak volna föl, hogy hát hallottuk a filmintézettől, hogy hallottuk, hogy van egy jó kis Petőfi forgatókönyved már nagyon régóta a fiókban, és hogy van-e kedved megrendezni, de mondjuk kicsit belenyúlunk, és nem teljesen olyan lesz pátoszmentes, amilyen te szerettél volna, akkor ezt elvállaltad volna. Illetve a nézőknek azért kicsit mesélj erről a Petőfi forgatókönyvről. Ja, igen, Réci. Igen. 2007-8 környékén
pályáztunk egy Petőfi filmtervel, amit meg is nyertünk, és elkezdtük előkészíteni. Pont a Fehér tenyér és a Bibliotek Pascal között, tehát két nagy film között volt, és azt gondoltam, hogy ezt szépen elindítjuk, és mire a Bibliotek Pascalt megcsinálom, addigra ez a film is startpozícióba kerül. És előkészítettük, végigjártuk az összes helyszínt, találkoztam a szakértőkkel, nagyon nagy kutatómunkát végeztünk el hozzá, de olyan volt a politikai környezet, akkor voltak ugye a 2006-os események, és utána az a választás, akik 2010-ig, ez egy olyan tébolyult időszak volt, hogy én azt úgy visszamondtam, hogy ezt én ebben nem akarok céltábla lenni semmilyen szinten. Tehát nem akarok kitenni egy ilyesmi, nem akarom kitenni magamat sem, meg a filmet sem, egy filmet sem annak, hogy most ez erről szóljon. Tehát az én filmeim alapvetően sohasem politizáltak direkt módon. Tehát a probléma az én személyem, nem pedig a filmek, amiket elkészítek, mert azok ártalmatlanok ilyen szempontból. Tehát nem veszélyes a rendszerre. De hogy érted, hogy a személyed? A személyem az, hogyha valaki megkérdez, és nyilván ez egy publicitást kapok egy film által, akkor elmondom. Itthon is, külföldön is. Az, hogy mit gondolok. És nem is nagyon szeretem, hogyha egy film csak tehát hogyha ez így hogyha rásül egy ilyen bélyeg, vagy nem szeretném, hogy mondjuk az én filmem bármelyikre is rásülne egy ilyen bélyeg, hogy ez nem tudom, jobboldali, vagy baloldali, uh-huh. vagy nem tudom, ilyen vagy olyan megközelítésű dolog. Mert és Petőfinél akárhogy is próbáltam én azt az én aspektusomból a leg finomabb eszközökkel és tényleg költői módon megközelíteni, azért a tényszerűséghez ragaszkodtam volna. Tehát a szlovák eredethez például, és sok minden máshoz. Már csak ennyi is szerintem problematikus tud lenni. Azt olvastam, hogy ahogy szavalt a Nemzeti Dalt, ugye annak is utána olvastál, és hogy gyakorlatilag sikította, vagy tehát, hogy egy nagy tömegen kellett. Igen, igen, tehát arról nagyon sok leírás van erről, de hát az egy nagyon másfajta Petőfi. Szerintem sokkal szimpatikusabb, sokkal maibb, mint amit az emberek elgondolnak, vagy az a kép, ami kialakult róla, az szerintem tehát az sokkal maibb karakter volt ő, mint ahogy mi az iskolában tanultuk. Hát nem tudom, ez új Petőfi, mert kíváncsi vagyok rá. Én tényleg azt szeretném, persze, én azt szeretném, hogy végre legyen egy olyan, amire, mert ezeket a filmeket, amik most elkészülnek, tulajdonképpen ezekre nem lehet mit mondani. Tehát szakmailag, hogy az ember megnézi minden elfogultság és minden előítélet nélkül, ez mérhető, hogy mondjuk hogy van felvéve valami, hogy van világítva, felvéve, hogy van vágva, milyen a forgatókönyv, hogy van eljátszva, és ezek hát egyszerűen olyan nem tartozik a legtöbbé az értékelhető kategóriába. És én örülnék neki, hogyha látnék egy olyat, tényleg. Amire és azt mondom, bízol abban, hogy ez majd... Hát nem, szerintem nem. Tehát amit láttam a trailerit, nem tudom elképzelni, de hát ne legyen igazon. Ugye még szintén akkor, amikor a Petőfi filmtervedről adtál egyszer interjút, abban azt mondtad, hogy hát nem hiszed, hogy ilyen rengeteg pénzbe kerülne, ezt meg most tudjuk, hogy talán az eddig drágább film lesz majd, tehát ilyen 5 milliárd forint. Hogyan lehetett volna szerinted ezt mondjuk kisköltségvetésből megcsinálni, vagy pedig pont ezzel az emberi oldalát
emelet, ki nem pedig elviszi. Hát ez a filmmel az van, hogy egy filmre annyi pénz kell, amennyi éppen szükséges. Tehát ez olyan, hogy bármennyit el lehet költeni. Bármennyit. Viszont van egy határ, ami alatt meg már egy másik film lesz, mint ami lehet, tehát aminek kéne lennie. Tehát pont annyi kell, amennyi ahhoz a vízióhoz szükséges. Ha több van rá, akkor ott már valószínűleg problémát fog okozni, sok minden miatt. Ez egy nagyon nagy súly, ekkora pénzek fölött rendelkezni, és ráterhelődik egy ilyen nagyobb költségvetésnél egy óriási mamutstáb is. Szóval ezt az arányt meg kell találni közösen, producerrel, gyártásvezetővel, rendezővel, operatőrrel, tehát hogy mennyi kell rá valójában, és azzal az összeggel kell megcsinálni. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk és hát függ persze a víziótól, hogy milyen a vízió. Tehát sokféle Petőfit lehet csinálni, meg lehet csinálni úgy is egy filmet, vagy történelmi filmet, hogy szobákban játszódik, és azokat az elemeket használom, amik nagyon egyszerűek, olyan jeleneteket, amik nem tömegjelenetek, és egy-két tömegjelenettel pedig meg lehet azt az illúziót is fel lehet idézni, hogy ez egy nagy formátumfilm. Ez ötlet és trükkök és sejtetések. Az amerikaiak se csinálják máshogy. Tehát a jó amerikai rendezők is nagyon, én azt látom, hogy ha jobban megfigyeli mondjuk az ember Tarantinónak vagy Paul Thomas Andersonnak a filmjeit, ők takarékosan dolgoznak, nagyon takarékosan dolgoznak. Annyit mutatnak meg, és annyit raknak a képre, amennyi szükséges a történethez. Ott nem látom a pazarlást, az értelmetlenséget. Persze a nagy hollywoodi blockbuster szuperprodukciók ott nyilván pazarolnak, tehát amikor idejönnek, két hétig forgatnak, lezárják a félváros, és akkor a filmben látod azt, hogy egy-két másodperc. Ott valami nem működött a forgatókönyvben, ki kellett vágni, de felvették, ez pazarlás. De az igazán komoly művészeknél dekára ki van mérve szerintem. Szóval nem hinném, nyilván egy történelmi film az sokba kerül, de nem vagyok benne biztos, hogy elképesztő költségeket kéne elkölteni rá. Ahogy hallottam, már talán meg is van az új filmterved, amit akkor lehet, hogy nem Magyarországon forgatsz már. Abban szakítasz ezekkel a kamaradarab, vagy kamaradrámaszerűségekkel, vagy formavilággal, mint hát, ami volt? Több filmterv is van, és régebben is így volt, hogy sosem egy filmen gondolkoztam. Mert sose lehet tudni azt, hogy melyik tud elindulni, tehát egyszerre többön kell gondolkozni. És van egy nagy, egy közepes, még egy kicsi. És majd meglátjuk, hogy melyiket tudom megcsinálni. De a kicsi sem kamara típusú már, tehát legalábbis költségvetésileg lehet, hogy nem magasabb, mint azok a filmek, amiket most csináltunk, de nincsenek beszorítva egy lakásba. Ugye három film, a trilógia, az Ernelái Farkaséknál Kálmán nap 1% Indián, azok egy-egy lakásba játszódnak, szinte ugyanazokkal a szereplőkkel. Ebből mindenképpen, tehát az egy alkotói út vége. Tehát lezártam. Azt úgy lezártam. Egyébként már régen lezártam, akkor lezártam 2019-ben, amikor megírtam az 1% Indiánt. Csak azt gondoltam, hogy így egy nagy kontúra megerősítem ezt, úgyhogy csinálok belőlük filmeket is. Hogy így maradjon meg. És így szeretnék már ezen túl lenni, szeretném már bemutatni őket, hogy tudjak új dolgokat, új dolgokon gondolkozni, meg dolgozni.
Viszont a legközelebbi ember az szintén egy ilyen kamara dráma, bár nyilván az tehát hogy színház, Radnóti Színházban láthatják a nézők, ott mi fogott meg téged? Tehát, hogy megvolt ez a koncepció, de hogy hallottam, vagy olvastam, ugyanúgy zajlott végül is a munkafolyamat, mint korábban, tehát, hogy leültél a színészekkel is együtt. Igen, a munkafolyamatot azt általában, az nem változik évek, vagy talán évtizedek óta, mert mi, hát eleve közösségben kezdtem el én ezt megtanulni. Színházi közösségben, gyerekként, 13-14 évesként Debrecenben. És engem ez nevelt, a világhoz való viszonyulásomat, mindent a színházi közösség adta, és azóta a filmeket és a színházi előadásokat is így közösségben hozzuk létre, ami azt jelenti, hogy mindig abból a konstellációból bányászom elő a történeteket, ami éppen feláll körülöttem. Azokból az emberekből. Van 4 színész, 6 színész, és akkor belőlük. És abból a pillanatból, amiben éppen élünk. És abból az állapotból, amiben éppen vagyok. Tehát lehet, hogy én évekig gondolkozom valamin, de abban a pillanatban, abban a konstellációban, ahogy az a helyzet elérkezik, hogy színházat vagy filmet csináljunk, lehet, hogy már nem érvényes az, amin én évek óta gondolkozom, hanem egyszer csak ez az új konstelláció kidob valamit, ami valahol ott volt, és hirtelen azzal kell foglalkozni. Tehát ilyen szempontból én fontosan nyitott vagyok mindenre, és az állandó változtatásra is fel vagyok készülve. Tehát lehet, hogy megírok egy forgatókönyvet, és már azzal már bele is élem magamat, de hogyha föláll körülöttem egy olyan konstelláció, ami ennél ígéretesebb, vagy azt gondolom, hogy hitelesebb, vagy ebben a pillanatban aktuálisabb, akkor rögtön átállok rá. És a legközelebbi embernél is, az előző előadásoknál, filmeknél is ugyanez volt, hogy igazából vagy kapja az ember ezt a konstellációt, vagy pedig választja. Itt ezt kaptam. Többé-kevésbé, tehát választhattam a színészek közül, hogy kivel dolgozom, de mégiscsak egy bizonyos kicsi körből választhattam a Radnóti társulatából. És ez összetalálkozott, ez a kis társaság az én életszakaszomnak egy bizonyos kis elemével, és ezt nagyítottuk föl, ez a legközelebbi ember, és talán egy ilyen kis híd is a következő anyagok felé, a következő történetek felé, mert ez már elmozdul attól a naturalista vagy realista ábrázolástól, vagy színházi nyelvtől, amit előzőleg jellemezte a többi előadást. Elmozdul, és visszakanyarodik tulajdonképpen a Bibliothèque Pascale, vagy a Tamara, az egy 20 évvel ezelőtti filmem, annak a furcsa, kicsit szürrealista, mágikus realista világához. Ugye említetted azt, hogy te mint ember vagy veszélyes, vagy alkot, nem, mint ember vagy veszélyes, mert hogy kimondod, amit gondolsz, hogyha mondjuk megkérdeznek egy-egy film bemutatója után, vagy darab bemutatója után, de hogy azért a Tamara óta, vagy a Tamarában már azért ott volt elég rendesen ez a polarizált kis világunk, itt a mi kis hazánkban, ugye az az első Fidesz kormány idején. Igen, akkor csináltuk, az is egy előadás volt, igen, 2002 választásuk előtt, azt hiszem, akkor lett bemutatva pont áprilisban. Tehát, hogy ott azért már benne volt, hogy családokat mennyire szét tud szakítani ez a jobb oldal, bal oldal ellentét, vagy felépített ellentét, vagy generált ellentét. Tehát gyakorlatilag lehet, hogy tablókat mutatsz, de hogyha nem is foglalsz állást, volt mindig egy ilyen, vagy van mindig egy, nem érzed úgy, hogy van mindig egy ilyen kinyilatkoztatás, de hogy nagyon erős tükröt tartasz elénk. Hát inkább azt mondanám, hogy ezek a filmek, ezek ilyen átszűrt dolgok. Tehát én hogyha van valamilyen véleményem,
én kommentben kevésnek érzem, tehát, vagy egy Facebook posztban ezt kinyilvánítani. Meg túlságosan kevés, tehát mindenképpen kevésnek. Tehát komplexebb módon szerettek hozzászólni a dolgokhoz. Magamnak is jobban esik. Tehát például a Békeidő az egy ilyen film, hogy ott elég sok mindent érint, sok témát fölvet az a film, bele is megyünk rendesen, és tulajdonképpen ezek az én kommentjeim vagy Facebook posztjaim, mondjuk azok az etüdök vagy jelenetek. Tehát inkább azt mondanám, hogy ezek ilyen manifestumok. Te azt mondod, hogy ilyen kinyilatkozat, de igen, ilyen manifestumok abban a pillanatban, és annak a lenyomatai, a gondolkodási folyamatomnak, meg állapotomnak a lenyomatai, amiben éppen vagyok. Tehát alapvetően mindegyik film. Nem tudok olyat mondani, melyik nem. A Fehér tenyér az olyan szinten, hogy nekem az volt a felnőtté válás, személyesen a felnőtté válás gesztusa az a film. És én ezen keresztül tudtam ezt meglépni, vagy igen. Ha erről csak beszélgetek valakivel, az kevés. Ezt meg kellett alkotnom, látnom kellett, vissza kellett tükröztetnem magam számára is az egészet. Tar Béla mondta azt, hogy a filmkészítésben, szerintem általában a művészetben az a nagy lehetőség, hogy létrehozhat az ember valamit, ami önmagánál több. És az visszafele tanít. És én csak így tudok tovább lépni egy élethelyzetből. Hogy ezeket így összeszedem, tárgyasítom, és amikor megnézem, onnantól kezdve valamit megértek én is, és tudok tovább lépni. Egyébként minden szempontból, nem csak így gondolkodásban, hanem esztétikában is, hogy ki akarom próbálni, hogy most érvényes, nem érvényes ez a nyelvezet, vagy új nyelvezeteket is nagyon szeretek kipróbálni, tehát nem szeretek így beragadni egy fajta elmesélési stílusba például. Igen. Volt itt nálunk a Vilmányi Bennett, és vele egyrészt beszélgettünk rólad is, mert mondta, hogy ő felhívott téged, hogy mit tanácsolsz, hogyan lehetne csinálni ezt a független színházasdít, ugye a Dante Casinóval, az ő társulatukkal, de hogy aztán, amikor azt kérdeztem tőle, hogy ő még ugye nagyon fiatal, te is, de hogy megkérdeztem tőle, hogy hisze még abban, hogy a művészettel mondjuk jobbá lehet tenni, vagy meg lehet változtatni a világot, akkor rögtön azt mondta, rávágta, hogy persze, te még ebben hiszel, vagy már azért? Hát minden egy picit változtat, tehát az biztos, hogy azt én érzem, amikor lejátszunk egy előadást, hogy ott, abban a pillanatban azokra az emberekre hatással van, és valószínűleg egy picit valamit változtat a dolgokon, ott azokban az emberekben. Hogy aztán ők azok, tehát az már rajtuk múlik, hogy ők azt hogy viszik tovább. De hát nem túl nagy a hatásfoka. Tehát tényleg olyan ez, hogy annyit változtat a dolgokon, amikor bedob az ember egy kavicsot a tóba, ott megjelennek a koncentrikus körök, és aztán szépen elcsendesülnek. És kb. Ennyi, de akkor azt az illúziót legalábbis meg, hát nem tudom. Ha visszafelé nézem, hogy rám milyen hatással vannak művészeti alkotások, akkor az én életemet az jelentősen befolyásolták, az biztos. Meg sokszor én azt érzem, hogy az életnek csak ezekkel az élményekkel együtt van tartalma. Tehát, de mármint, hogy a saját alkotásaid, vagy nem, pedig amiket mások, láttál? Igen, mások. De ez nem csak film, vagy nem csak színház, hanem irodalom, zene, képzőművészet, szóval minden, hogy ezek nélkül én amikor elmegyek valahova
mondjuk kirándulni, úgy kisimulni, mondjuk, és körbe vagyok véve a természettel, egy darabig nagyon jól érzem magamat, azután elkezd őrületesen hiányozni valamilyen kulturális élmény. Tehát el akarok menni egy múzeumba, meg akarok nézni egy koncertet, és akkor az iszonyú erőt ad. Tulajdonképpen mi az, ami adja ezt az erőt? Az a szabadság érzete, mert amikor az ember dolgozik valamin, az első és legfontosabb dolog már a forgatókönyv megírásának a pillanatában az az, hogy minden hülyességtől az ember megszabaduljon, tehát felszabadítsa saját magát, hogy meg tudjon és le tudjon írni bizonyos mondatokat szabadon. Tehát átlépje azokat a határokat, amiket addig ő nem lépett át, és a legtöbb ember nem lépi át. Tehát kimondja, megfogalmazza, átkerüljön egy másik tulajdonképpen dimenzióba. És ez a felszabadultság, ez nagyon örömet okoz az alkotás folyamatában, és ezt a felszabadultságot és ezt a szabadságot mutatja föl mondjuk a színész a színpadon, mondjuk egy rendező egy filmen keresztül, és ez az a szabadság, ami felszabadítja a nézőjét. Tehát, hogy ki lett mondva, az egy óriási erő, és attól az ember erősebbnek és szabadabbnak érzi magát. Rám ilyen hatással vannak az alkotások, és én is ezt a hatást szeretném folyamatosan elérni, de ezt mindig újra és újra kell kezdeni, hogy az ember újra és újra szabadítsa föl magát. Egyébként a saját hülyeségeitől legtöbb esetben, a saját fékjeitől, a saját korlátoltságából kell kilépni az embernek, a saját kliséiből kell kilépni az embernek. És amikor nehezen megy, akkor ezek miatt megy nehezen, a beszűkülés miatt. Ugye te a Simó osztályba jártál, ott ezt Simó Sándor tanította, vagy pedig ez így jött belőled, ez a szabadság? Hát, mert ott azért már másodévesen már, sőt, a Jancsó meg a Grünwalski azok gyakorlatilag, tehát a szakma krémi az már így az elejétől nagyra értékeltek, másodévesen már ugye nyertél egy 40 perces vizsgafilmen díjat a filmkritikusoknál, tehát hogy azért ott gyorsan befutottál, úgymond. Igen. Én nem mondanám, hogy én ezt tanultam volna, mert gondolom, ezt nem lehet tanulni. Uh-huh. Megtanulni bizonyos dolgokat a filmben azt hiszem, hogy csak gyakorlatban lehet, vagy a nagy részét csak gyakorlatban, amikor az ember csinálja, ezt nagyon nehéz tanítani. Terelgetni lehet az embert. Tehát én is magam is tanítottam az egyetemen, most a SF-én, aztán a Free SF-én, és ugyanúgy volt filmrendező osztályunk, hogy terelgetni lehet az embereket egy karóként ott lenni a csemetefa mellett. Ezt mindenki magának alakítja ki, és én is magamnak alakítottam ki a hozzáállás tulajdonképpen, hogy miért csinálom, és azt, hogy csinálom. Én, ha nem tudtam ezt a szabadságot megmutatni, felmutatni, átélni, addig úgy éreztem, hogy nincs meg. Egyszerűen nem jön létre. De ez nem csak egy teljes filmnél, vagy egy forgatókönyvnél van így, hanem minden egyes forgatási napon például. Tehát emlékszem, hogy voltak olyan időszakok, amikor én úgy mentünk ki a forgatásra, hogy addig nincs meg a jelenet, amíg nem érezzük azt, hogy tényleg megtörtént. Tényleg megtörténik. Tehát ez, hogy valami olyan dolog történik, ami mindannyiunk számára nem csak leforgattuk a jelenetet, nem csak elhangzottak a dialógusok, hanem valami olyan dolog történik, amitől azt érezzük, hogy ez azon a napon, és a következő napon, és a következő napon is valami fantasztikus csat találtunk.
és újra ezt át kell élni minden nap. És amikor az ember ül a vágóasztalhoz, aztán kiderül, hogy egyik része működik, másik része nem működik, de mégis azzal az érzéssel térünk haza, hogy igen, most ez megtörtént. Tehát nem megkerültük az úszómedencét, és úgy értünk át a túlsó partra, hanem átúztuk, megmerítkeztünk. Ez ösztönös, tehát én nem hiszem, hogy ezt mondom, ezt nem hiszem, hogy lehet tanítani, és lehet, hogy nálam így működik, másnál meg egyáltalán nem, és attól még a végeredmény lehet, hogy nagyon jó. Említetted az oktatást, vagy a tanítást, és ugye a Svetje Mihállyal együtt, aki a remélem legközelebb sikerül meghalnod Smiley-val a végén, filmet rendezte legutóbb, illetve azt hiszem, hogy most pitchel talán a következővel, és az ő színdarabjában játszol, lehet még látni téged a hajtőkanyar autós iskolában. A Jurányiban talán, vagy hol is? A Jurányiban van. Na, hogy vele együtt rendeztetek, vezettetek egy osztályt, amikor volt ez az egész őrület ott az SFI-nél. Tegnap volt a diplomaosztójuk. Igen. Milyen érzés volt? Én csak a bulira mentem. mert dolgoztam előtte. Hát megkapták Bécsből a diplomájukat. Egy nagyon tehetséges osztály. Ők azért kicsit többet tanultak így most az életről, mint a filmről magáról. Hát az biztos, hogy ez az egyetemfoglalás az egy életre szóló élmény, az mindenkinek, nekem is az volt. Gyakorlatilag te tartottál előtte egy beszédet, nem? És utána... Igen, ott volt egy ilyen tüntetésszerűség, vagy egy ilyen záró, és ott többen is beszéltek. És akkor igen, utána bevonultak. És meghirdették az egyetemfoglalást. Nagyon sajnálom, mert pont most, amikor tehát problémák mindenhol voltak, az SFI-n is, nekem is sok bajom volt diákként az egész struktúrával, nem is fejeztem be. De miatt? Mert bajod volt a struktúrával? Nem, egyébként nem emiatt, de ott ennek én hangot adtam már akkor. De ez évről évre szépen elkezdett átalakulni, és most, hogy pont az egyetemfoglalás előtt, hogy már fiatalodott a tanári gárda, és sokkal inkább ilyen alkotótársként, például ott a filmes oldalon, már így alkotótársként voltak együtt diákok, tanárok, azt éreztem, hogy elkezd jó irányba menni. Minden szempontból, egyébként a színházi oldalon is. Tehát nagyon-nagyon jó szellemiségű, tehetséges tanárok, és jó a kiválasztása a diákoknak. Mindig lehetett látni azt, hogy óriási a különbség. De én több helyen tanítottam világszerte, tehát Németországban is, Romániában, Mexikóban, nagyon, tényleg sok felé, és ami a legszembetűnőbb volt, az a diákok minősége. Tehát egy tanárnak az nagyon fontos, hogy milyen inspirál, tehát hogy van-e kedved közéjük menni, vagy nincs. Kapsz-e te is valamit vissza. És itt ez egy nagyon nagy érték volt, hogy itt nagyon jó volt a diákoknak tehát a színvonala. És ez a hosszadalmas, jó szemmel kiválasztott felvételi, tehát a hosszadalmas felvételi procedúra és a jó szemmel kiválasztott diákokon múlik, igen. Mit tudtál nekik javasolni? Nem tudom, hogy beszélgettetek-e a jövőjükről, vagy megkérdezték, hogy maradjanak itthon, van esély arra, hogy itt valaha kapnak. Miután most tudjuk, hogy mi történt az inkubátor programmal is, ami ugye kifejezetten első filmesek támogatására jött létre, és aztán februárban ugye végül is kiderült, hogy mégsem kap mindenki pénzt, akikről... Nem nagyon tudok mit mondani, tehát óvatos vagyok ezzel, mert nem lehet azt mondani, hogy na figyelj, most azonnal csomagolj, és kezdje valahol máshol. Kezd valahol máshol összerakni a stábodat. Az biztos, hogy sosem lesz fekete és fehér a dolog, tehát mindig lesz olyan, aki kap, és ez a mézes madzag.
és mindig felmarad a remény, hogy hát, ha én leszek az. Amíg ezt az egész rendszert, amíg nincs valamiféle kiegyezés, vagy megegyezés, hogy ezt az igazságtalanságot valahogy megoldjuk, addig egy állandó, permanens neurózist fog mindenki megélni. Az is, aki nem kap, de az is, aki kap. Mert aki kap, annak bujkálnia, mentegetőznie és magyarázkodnia kell. Magyarázatokat kitalálni, azután pedig azokat elhinni, aztán már, és akkor utána már az ember, én ezért nem megyek bele, mert tudom, az ember az így működik, és torzul a személyiség. Ezzel nincs mit csinálni. És nem károsztatom azokat, akik belemennek, mert senkinek sem tudjuk a körülményeit, hogy milyen körülményekben van. Az anyagi körülmények, az alkotói periódusa, és hogy ez embernek tényleg egy élete van. Ez egy elképesztően méltatlan, igazságtalan helyzet, és aki teheti, aki megteheti, én megtehetem, én úgy érzem, hogy megtehetem, hogy ebből kimaradok. A fiataloknak nagyon nehéz dolguk van, mert elindulni semmi segítség, tehát hogy nulla segítséggel, az én már megtanultam biciklit szerelni, hogy úgy mondjam. Tehát, hogyha elakadok, akkor meg tudok csinálni egy filmet tényleg semmiből, mert már van benne gyakorlatom. Tudok hova nyúlni, vannak emberek, akik ebben segítenek. De akinek nincs meg ez a gyakorlata, annak nagyon-nagyon nehéz. És az inkubátorral is az van, hogy nem az van, hogy meg van szüntetve, hanem páran kapnak. Páran meg nem. És nem lehet tudni, hogy miért ők, és ők miért nem. Mert magyarázatok nincsenek, vagy valamiféle, igen, indoklás. És azok, akik kapnak, azok sem biztos, hogy kapnak. Tehát egy teljes kiszolgáltatott bizonytalanság, és amikor pedig elkészül a film, akkor abban a pillanatban egy akárhogy is bekerül egy politikai mezőbe, egy ilyen termék válik belőle, mert propagandaként van felhasználva. Hogy na, ugye működik a rendszer. Tehát, hogyha most a Reisz Gabi ellenében egy inkubátoros, vagy egy bármilyen filmintézet által támogatott film nyerne bármelyik nagy európai vagy világfesztiválján, az biztos, hogy abban a pillanatban föl lenne téve a lobogóra, hogy na ugye, hogy jól működik ez a dolog. És ez a szerencsétlen rendező, aki csinálta, ezzel nem tehet semmit. Mert a politikus azon a beszéden, ahol ezt el fogja mondani, ki fogja mondani a nevét, és ki fogja mondani a filmnek a nevét. Ez történt velünk. Tehát még csak nem is kell, hogy támogassa a filmintézet a filmet, mert az emberek nagy része fogalma sincs arról, hogy mit támogat, meg mit nem. Tehát mi, amikor megnyertük az Ernelláig Farkasék, ez nagyon vicces ezt ragozni, ezt a címet, az Ernelláig Farkaséknál LAL a Károly-Jóhári Fesztivál fődíját, már valami, nem tudom, milyen államtitkár már elkezdte mondani, hogy hát a magyar film sikere, és most nyertünk Károly-Ivariban. Köze nem volt hozzá senkinek. Tehát azzal az ütemmel pakolt össze a Magyar Filmunió a magyar standot, amikor mi megérkeztünk. Nem is képviseltek, semmilyen támogatást nem kaptunk onnan. De az emberek erről nem tudnak, és azt látják, hogy a magyar film sikeres. És hogy milyen jól csinálják. Hát, semmit nem tehetsz ellene. Jó, hát köszönöm szépen, nem egy túl optimista végszó, de hát ez van, mit csináljunk. Igen.
Ellen, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa Podcast sorozata. Köszönöm.